Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! Önök egy újabb Székelygazda műsort látnak. A mai adásban Hargita megyei kézműves mestereket fogunk bemutatni önöknek, de azt is megmutatjuk, hogy milyen tapasztalatokkal távozott az a Konstanca megyei küldöttség Hargita megyéből, amelyik Székely termék védjeggyel rendelkező gazdákat látogatott végig. Tartsanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A Székelygazdában ma elsőként Bíró Gyöngyit fogjuk megmutatni önöknek, aki Csíkszeredában fest bútorokat. De Gyöngyi nem csak bútorokat fest, hanem kisebb használati tárgyakat is, gyönyörű tulipánokkal, gyöngyvirágokkal, szegfűkkel. Bíró Gyöngyi Csíkszeredában fest tulipános ládikákat, gyertyatartókat, tükröket, bútorokat. Gyöngyi színei, mintái messziről felismerhetőek. Az elmúlt években sajátos stílust alakított ki. Valamikor olyan 10 évvel ezelőtt egy kedves ismerősömtől hallottam, hogy Kaloz Zoli bácsinál válaszúton van egy ilyen képzés, hogy megtanítanak minden kis mesterségre. Hát próbáljuk ki. Akkor elmentem, hát ott volt minden ugyanakkor, a tojásírástól elkezdve minden. És akkor volt egy mákói Gál Kati néni nevezetű bútorfestő néni, és akkor őtőle kezdtem inspirálódni. Ő ugye a kalotaszegi mintákat festette, és akkor így folyamatosan kérek tőle még mindig tanácsokat, vagy beszélgetünk, de azóta úgy lassan 10 éve festek. A kalotaszegi minták mind a mai napig megtalálhatóak munkáin. Rózsái, tulipányai, szegfűi, gyöngyvirágai zöld, barna, kék alapszíneken nyílnak. Szinte adja magát a fa, hogy mit kér, mi legyen belőle. Hát ebből lesz egy fali dísz, lesz egy fali kép. És ugye inkább életfa, tehát minden minta egy életfát ábrázol. Ezek a te mintáid? Vagy ezek a hagyományos népi... Ezek a hagyományos népi motívumok ugyanakkor össze vannak válogatva. Ugye a tulipán, a szegfű, de minden mintában szinte megtalálható. A gyöngyvirág, a harapó rózsa. Igyekszem a... pasztel színeket, tehát nem a rikító színeket, hanem a szép, a bordót, tehát a pirosból is, nem a rikító pirosat, a zöldből is, nem azt a nagyon erős zöldet, tehát mindenből a szép természetes színeket, inkább ami egy virágos kertben is megtalálható színek, tehát hogy ne eltérők legyenek a valóságtól. Nincs ebbe divat szín. Tehát nincs, mert ugye van a zöld, a barna, most kékem, azt hiszem, hogy csak épp az a kis szalvita tartó van, de a nyers szín, és akkor ebből már tudnak válogatni az emberek. Tehát megvan mindenki. És ugyanakkor a modern házakba is beillő. Tehát egy sarkot mindenki be tud rendezni, hogy kis népies íze legyen a lakásban. A kicsiket sokszor nehezebb. Nehezebb megtervezni, berakni minden kis mintát, hogy minden a helyén legyen. A nagyokat szerintem könnyebb. Tehát nagyobb darab, de ugyanakkor nagyobb téren lehet dolgozni. A csíkszeredai bútorfestő keze alól már többféle dísz és használati tárgy került ki. Készített kisebb asztali díszeket is, de volt, hogy teljes konyhabútort festett tele népi motívumokkal. Kérésre, megrendelésre is elkészíti saját mintáival, színeivel a megrendelő által megálmodott bútort. Isten igazából, amit kér a piac, de használati és dísztárgyakat.
én festettem már egészen nagy konyhabútort is, akkor padokat, tehát nagy padot, de ugyanakkor apróságot is, dísztárgyakat, használati tárgyakat. Vásárokba szoktam eladni, úgy csíkban, mint éppen Magyarországon. Elég sok helyre hívnak, úgy már kezdtek megismerni az emberek, és akkor meghívnak vásárokba. És megéri elmenni vásárokba? Megéri, ha már nem is az árulás szempontjából, de a társaság szempontjából, tehát a vásározó emberek azok olyan jó emberek. Akárcsak sok más kézműves számára Gyöngyinek is feltöltődést, kikapcsolódást jelent a festés-rajzolás. Nem munkaeszközként tekint az ecsetre, nem kinkeserves szenvedés a tulipánok, rózsák megrajzolása. Ez is lehet a magyarázata annak, hogy munkái visszaröpítik az embert gyermekkorába, és elnézve festegetését azon vesszük észre magunkat, hogy gyöngyvirágos bababútorról álmodozunk. Megnyugtató érzés. Tehát annyira megnyugtató számomra, hogy nincs olyan rossz kedvem, hogy ne tudjak neki ülni, festeni, rajzolni, ilyenek. Tehát, de ugyanakkor kiegészítő is, tehát fizetés kiegészítő. Mert nem ez a szakmám, Isten igazából. László Zsolt keramikus mester Csíkkarcfalván él és dolgozik. Ő edényeiről híres, mázas, fehérrel írott, töltött káposztának való fazakáról, vagy akár sült csirkének való tájairól. Agyagot készít elő Csíkkarcfalván László Zsolt keramikus mester. Ez most egy káposztafőző fazék lesz. A termékeink nagy része ilyen főzőedény. Nagyjából úgy vagyunk, meg rendeléseink is vannak, de van egy termékskálánk, abból próbálunk készletet fenntartani, és akkor a vásárlók abból vásárolnak. És ugye, látjuk, hogy úgy, ahogy fogy a készlet, azt szerint dolgozunk. Hogyha jön be valami rendelés, akkor azt előtérbe helyezzük, és azt készítjük el. Ebben a műhelyben főleg használati edények készülnek. Káposztafőző fazekak, mézes bögrék, csirkesütő tálak, római tálak, csészék, bögrék. Hát ezek mind üzletek, tehát nagyobb mennyiségek. Tehát két fazékért nem jön ide senki. Tehát csak ha átutazóban van, vagy valami. Tehát ezek mind üzletek. László Zsolt az elmúlt években kiépítette vásárlói körét. Kezdetben vásárokon értékesítette portékáját, már azonban a vevők megszokták, hogy mindig jó minőségű áruja van, ezért megrendelik és házhoz is mennek a termékekért. Sok termék van a piacon. Konkurencia is van. Persze, hát ilyen nagyobb termék még. Ilyen nagyobb, tehát apró kerámia már van. Nem tudom, Kínából, hanem Bulgáriából nagyon sokat behoznak, és az az itteni fazekas árut az nagyon nyomja le. A felcsíki falvakban régebb sokan ismerték a korongozás kerámia edények készítésének fortéjait. László Zsolt is az akkor még működő dánfalvi gyárban kezdte tevékenységét, de tudása bővítéséhez nem sajnált messzire utazni sem. Szakmán dánfalván tanultam, dánfalvi kerámiánál, ezelőtt 20 évvel, 20 évvel kezdtük. Azután egy rövid időszakot próbálkoztunk otthon, ilyen padlóvázát készítettünk. És azután követte egy 5 vagy 6 éves magyarországi munka, tehát ott dolgoztunk Magyarországon, és a többit azt ott tanultuk Magyarországon. Akárcsak a népviseletben, a kerámiából készült edényekben is sajátos minták, színek jellemeznek egy-egy vidéket. A karcfalvőmester sajátja a mázas edény és a fehérrel írt minta. Most úgy van, hogy nehéz. Tehát aki nem tud korongozni, annak nehéz. Aki tud korongozni, és hiába mondjuk azt, hogy nehéz, nem ez a legnehezebb. Tehát
mázazni, az agyagot előkészíteni, az lehet, hogy nehezebb. Minden mesternek megvannak az általános díszítési motivumai, mindenki azt azzal a dekorral dolgozik, hát hogyha valakinek valami igénye van, akkor azt megcsináljuk, de általában ugye korondon van a korondi díszítés, amit ők használnak nálunk, meg van ez a hullámos vonal, amit vízfolyásos mintának csinálnak, ami mindjárt az edényre is felkerül, tehát kell tartani a vidéknek azt a díszítési motivumait. A minőségi dolgokat keresik jobban az emberek, tehát az edény jó, hogyha minden körülmények azt megfelel az elvárásoknak. Tehát az, hogy a máz az higiénikus, tehát olommentes máz legyen, jó legyen, szép legyen, az ára is se legyen nagy, csak ezt elég nehéz. Ezt kell szárosítani, mert egy jó máz az nagyon drága, és ha drága, akkor a termék egy kicsit drágább kell legyen. Ezt nem mindig tolerálják a vevők. Háziasszonyok, figyelem! A keramikus mester konyha titkaiba avat be. Ismerve az edény iránt érdeklődést, minden bizonnyal kijelenthető, hogy finom ebéd készül a karcfalvi kerámiában. De ez a kerámia csirkesütő, a fűszerezett, betűzlelt csirkét éppen beletesszük, és a sütőben megsütjük. Van ennek egy másik változata, egy kicsivel nagyobb. Azért tehát igényelték úgy, hogy legyen födője, az alsó része legyen nagyobb, hogy lehessen megcsinálni a körítést is benne. Ő az. Mélyebb a körítésnek való hely, és van egy födő, ami ha rá van téve, akkor egy óra sütés alatt után megsült a csirke, egészen, tehát könnyen, már úgy mondják, hogy megy szét az embernek a kezébe, és akkor alul úgy szoktuk, hogy kibéleljük békönszalonnával, utána a krumpli az úgy van vágva, mint a szalma krumplinak, vannak benne hagymacikkek, alma, répa darabok, egy deci fehérbor, és akkor rajta rákerül a csirke, ugyanúgy fűszerezve, tűzdelve, és akkor abból egy elég jó kaja készül. Ágoston György székelyudvarhelyen készíti társas játékait. Bizonyára önök is jól ismerik a székely aktívot, azt például Ágoston György műhelyében készült. A székelyudvarhelyi Ágoston György játékai a székely mesterségeket, szavakat, a székelyember életmódját, életterét, tevékenységét próbálják bemutatni, megtanítani. Ezek társasjátékok, székely társasjátékok, amik a székely termékek családjába tartoznak. Hát itt mutathatom is, amikről szó van, ez a székely mesterségek. Részletesebben róla 90 hagyományőrző mesterséget gyűjtöttünk ebbe a játékba össze. A játékaink célja, hogy játszva tanulni és tanítani. Ez is a mottónk. Tehát van egy kis okos benne, és az szerint, hogy van egy pörgőtábla, az szerint kell elmutassák a játékosok, hogy milyen mesterségről van szó, hogy a pörgőtáblán mit pörgetnek ki. Ilyen például, hogy kovács, vagy kerámikus, vagy szövő, vagy bognár, ez hasonló. Például olyan, hogy bodnár és a bognár közt mi a különbség, ezeket lehet meg tudni benne, és részletesen le van írva a kisokosba, hogy
milyen szerszámokkal dolgoznak ezek a mesteremberek, vagy dolgoztak hajdanán, ugyanis vannak olyan mesterségek is benne, amik lassan már feledésbe merülnek. Éppen ezért láttuk fontosságát ennek a játéknak, hogy megalkossuk. Aktív társasjáték. Hát ez már nagyobbaknak ajánlom ezt a játékot. Ebben több mint 600 szó és kifejezés van, mind székelyül. Ehhez segítségül szolgál egy székely szótár, azt meg is mutatom benne. Van egy székely szótár hozzá, ami magyarázatot ad maga a szavakra, ugyanis sokan vannak, akik nem értik meg ezeket a szavakat, ezért jó segítséget nyújt ez a székely szótár. Hát lényegében a játéknak a lényege, hogy bemutatjuk magát, Székelyföldet, magát, az értékeket, ugye a gazdag nyelvjárást, ugye a mesterségeket, amik tartalmazzák, és maga a gazdálkodást, meg maga az életvitelt, hogy a székely nép hogyan is él. Gyermekeivel játszva jött rá az udvarhelyi vállalkozó, hogy hiány van játékok terén. Gondolta, ezt rendezni kell. Így születtek a játékok, melyek népszerűsége bizonyította, jó úton járnak. 3 gyerekem van, és velük szoktam társasjátékozni, és ahogy leültünk társasjátékozni, akkor vettük észre, hogy hú, micsoda hiány van itt Székelyföldön a helyi jellegzetes játékokból. És akkor innen pattant az ötlet, és azt mondtuk, hogy ezt azonnal meg kell, hogy tudjuk csinálni. Azelőttről már foglalkoztunk játékokkal, ez volt a Székely Furfang, és jelenleg is működik, tehát azt is csináljuk, ezek logikai játékok, és ahogy alakult így az egész, úgy mindegy hógolyó lett egyre nagyobb. A rajzokat azt Parapistát kértük fel, nekem egy nagyon jó barátom, és köszönetet akarok ezáltal mondani neki, hogy a rajzokat ő adta a játékhoz, valamint Kisemőke grafikus szerkesztette össze a színeket. Nagyon odafigyeltünk, hogy igényes társasjátékot készítsünk belőle, mert Székely népe jellemezte, és remélem, hogy most is az jellemzi, hogy igényes. Tehát törekszik a szépségre. Éppen ezért a játékaink is nagyon nagy odafigyeléssel készülnek, hogy igényesek legyenek, maga a papír minősége, maga a nyomtatása, és maga a színek is jellegzetesség. A Para István által rajzolt és Kisemőke grafikus szerkesztette játékok igényes, használható, tartós társasjátékok. A Székely Termék védjeggyel is ellátott gondolkodásra, tanulásra ösztönző játékok nem csak tartalmas kikapcsolódást nyújtanak felhasználóiknak, de sok olyan néprajzi vonatkozású tudnivaló is leltárba került, melyek lassan-lassan a székely falvakból is eltűnnek, feledésbe merülnek. Gazdálkodókból, vállalkozókból, egyetemi tanárokból és önkormányzati képviselőkből álló Konstanca megyei küldöttség kereste fel nemrég Hargita megyét. A csapat azért jött, hogy megnézze, hogy mit is tud a Székely Termék védjegy. Olyan gazdákat látogattak meg, akik rendelkeznek ezzel a védjeggyel, és ebből élnek, sajtot készítenek, butort festenek vagy gyöngyöt fűznek. A látogatás végén elmondták, nagyszerű tapasztalat volt, Konstanca megyében is szeretnék meghonosítani ezt a módszert. Az országban egyedülálló Székely Termék mozgalommal ismerkedett és a gazdaszövetkezeteket látogatta meg az a 10 fős küldöttség, amelyik 2 napos látogatásra érkezett Hargita megyébe, a Konstanca megyei Kumpana községből és Konstancáról. A kapcsolat Antal István János, RMDSZ-es Konstanca megyei képviselő közbenjárásával jött létre. A küldöttség Mariana Gürzsú polgármester vezetésével érkezett Hargita megyébe. A küldöttségben konstancai vállalkozók, gazdálkodók és a mezőgazdasági egyetem professzora Szonea Koszmin is részt vett. Ce am observat aici însă și este
cred că specific acestei zone. Amit itt Hargita megyében tapasztaltam, az teljesen egyedülálló. Az a támogatás, amit a községek és a gazdaegyesületek kapnak a megyei tanácstól, a Vidékfejlesztési Egyesület révén. Ez az egyesület nem csak a papírmunkában, a bejegyzésben segítette a gazdaegyesületeket, nem csak a termékek bejegyzésében, vagy a közösségi konyhák létrehozásában, hanem fel is szerelték a konyhákat, tejfeldolgozókat, gépekkel, eszközökkel. Ilyen típusú szerveződéssel sehol az országban nem találkoztam. Hatalmas támogatást jelent ez a termelőknek, mondta el a polgármester asszony. A vendégeket január 10-én a Csíkszeredai megyeházán fogadták, ahol Márton István Hargita megye tanácsa, Vidékfejlesztési Egyesületének igazgatója ismertette a székely termékmozgalmat. Két nap alatt számos helyet meglátogattak, így a Szépvízi Csengő tejfeldolgozó üzemet, ahol sajtot is kóstoltak a vendéglátók jóvoltából, de azt is meghallgatták, hogy hogyan alakult, hogyan működik szövetkezeti alapon a feldolgozó. Vacsárcsiban a gazdaszonykonyhát tekintették meg, Csíkdánfalván Bálint László húsfeldolgozó üzemét. A termelők, gazdák szívesen osztották meg tapasztalataikat, mondták el, hogyan jött létre tevékenységük, és hogyan értékesítik termékeiket a hagyományos és helyi termékek vásárain, valamint, hogy milyen előnyökkel jár az, ha valakinek sikerül megszerezni a székely termékvédjegyet. Gyergyó tekerő patakon Bálint Attila sajtkészítő műhelyében egy kisebb gazdaság működését és a sajtkészítést tekintették meg. Csomafalván az egyesületi alapon működő gazdaszonykonyhát. A küldöttség január 11-én a székelykeresztúri tejfeldolgozó üzembe is ellátogatott. Szép a város, rendhagyó tapasztalatokat szereztünk, olyan megvalósításokat láttunk Hargita megyében, amelyeket otthon is létre kell hozzunk, rendhagyóak és egyedülállóak. Az, ahogy itt segítik a kisgazdákat, a kistermelőket, teljesen lenyűgöző, egyedülálló az országban. Azt is érdemes megemlíteni, hogy rendkívüli, ahogy Hargita megye tanácsa, a vásárok szervezésével segít az értékesítésben is a kistermelőknek, így fel tudják venni a versenyt a nagy cégekkel is. A fost o vizită extrem de utilă. Végtelenül hasznos volt számunkra ez a látogatás. Ezt az együttműködést több szinten szeretnénk megalapozni, az állattartók között és az egyetemek között is. Itt a Dobrudzsai Egyetemekre és a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem közötti együttműködésre gondolok. Az egyetemek közötti együttműködésnek az lenne a célja, hogy segítsük a termelőket, az állattartókat az értékesítésben, de egyben a turizmus fellendítése is fontos lenne. Ilyen szempontból az, amit itt láttunk, az együttműködésre való hajlam, az itt élő emberek szorgalma, a székelyföldiek befektetett munkája, erőfeszítése elkápráztatott. Sok olyan mintát láttunk, amit érdemes és meg kell valósítanunk Konstancán is. A székely termék mozgalom, a gazdaszervezetek működése, tevékenysége egyedülálló az országban, vélte a kumpanái küldöttség. A Hargita megye tanácsa, a Vidékfejlesztési Egyesületét arra kérték a konstancai vendégek, hogy az itteni jó példákkal segítsék a Konstanca megyei községgazdáit. A további együttműködés érdekében partnerkapcsolatot alakít ki a Vidékfejlesztési Egyesület a községgel. Szeretnének Konstanca megyében is gazdaszövetkezeteket létrehozni, ebben kérik a Hargita megyeiek segítségét. Márton István elmondta, ismertették velük a szövetkezetek megalakításának lépéseit, bemutatták a szükséges iratokat, illetve beszámoltak programjaikról, úgy mint a mintagazda vagy kiskertész, amelyek mintájára hasonlókat indítanának Kumpaná községben. A Hargita megyeieket meghívták a tavasz folyamán tartandó kumpanái falunapokra, ahol bemutatják a székely termékeket, illetve a Konstanca megyeiek azt is felajánlották, hogy biztosítanak üzlethelyiséget, ahol állandóan árusíthatják a székely termékeket. Ez volt a Székely Gazda magazin. A jövő hónap utolsó szerdáján ismét jelentkezünk, akkor jútartó gazdákat fogunk megmutatni önöknek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!